Szerdán egy igazán hosszú, de tartalmas napnak néztek elé a gyerekek. Délelőtt a tánci, és a kézműveskedésé volt a főszerep. Délután csapatokat alakítottak a táborozók. Készítettek menetlevelet, majd különböző, többségében svábsággal kapcsolatos állomás várta őket. Volt többek között diódobálás, régi és új tárgyak csoportosítása, sváb dalfelismerés, kvíz, valamint a tájház is bemutatásra került. A sváb baráti kör tagjai idén is kilátogattak a programra, akik most is egy tipikusan sváb süteményt készítettek el. Készít krumplira kráfát, magyarul krumplis fánk, a hozzávalók krumpli, megfőztük ugye a krumplit, utána leszűrtük, és utána összenyomtuk, liszttel összedolgoztuk, tojás van benne, pici só, pici sütőpor, de az kihagyható, az nem fontos bele, és utána meg van sütve. És ezt lehet fogyasztani lekvárral, porcukorral, fahéjas porcukorral. Este a táncé és a zenéjé volt a főszerep. A gyerekek és szüleik ismét egy jó hangulatú táncházban vehettek részt. A zenéről a Taxel Spatzen zenekar gondoskodott.